Különleges érzés fogja el a látogatót, ha belép a turisztikai központ kis termébe. A tablókról Kolonics György pályafutása köszön vissza, a kezdetek, a legnagyobb sikerek mind-mind megtekinthetőek. Kolonics György valódi ikon volt Magyarországon, nem csak a kajakkenusoknál, hanem más sportágokban is hatalmas elismerésnek örvendett. Van ugye több kategória függően a helyszíntől, ahol kiállítjuk, de ide Bajára a teljes tárlati anyag eljutott. Ennek nagyon örülök, és azt gondolom, hogy a kiállítást megtekintők is ennek nyilván örülni fognak. Az évekkel ezelőtt életre hívott kiállítás bejárta az országot, a Bajai már a 21. állomása sorban. Schmidt Gábor, a Magyar Kajakkenu Szövetség elnöke köszöntője kezdetén elmondta, hogy a mai napig torokszorító érzéssel nézi vissza a régi felvételeket, fényképeket. Ez ma már szerintem sokkal több az emlék ápolásánál, hanem ez egy igazi közösségépítéssé vált, hiszen a Kolonics kiállítások, a Kolonics érdemérem, a Kolonics díjak, azok egy olyan közösséget teremtettek az elmúlt években, akik azt gondolom, hogy azokat az értékeket, amelyeket Gyuri képviselt, és amelyet mi magunk is úgy gondolunk, hogy igenis ezek a kajakkenu sportág alapértékei tovább viszik, átörökítik. Az ember, aki talán a legközelebb állt Kolonics Györgyhöz. Így mutatták be a kiállítás megnyitóján Kozman Györgyöt, aki éveken át lapátolt egy hajóban Kolóval. A sportember elmondta, hogy valamennyi hasonló megnyitó alkalmával különböző érzések kavarognak benne. Egyre nehezebb és egyre nagyobb a felelősség az alapítványnak a munkáján, hiszen az a cél, ami megfogalmazódott mondjuk ennek a kiállításnak a létrehozatalánál, hogy azt az örökséget, amit Kolótól kaptunk, azt a fiatal generációknak, de nem csak a fiataloknak, hanem a szülőknek is minél szélesebb körbe továbbadjuk. Nagy tisztelettel és még nagyobb megbecsüléssel köszöntöm a Kolonics Sport legendő Vándor kiállítást városunkban. A város nevében Dancsa Bálint sporttanácsnok köszöntötte a vendégeket, aki örömét fejezte ki, hogy sikerült Bajára hozni a tárlatot. A megnyitón több fiatal sportoló is jelen volt, de nem csak nekik szeretnék megmutatni a kiállítást. Nagyon-nagyon szeretném azt, hogyha a felnőttek is eljönnének, akár az idősebb korosztály is, mert egy olyan példát tudunk ezzel bemutatni, amit akár a felnőttek is tovább tudnak adni a saját gyerekeiknek, unokáiknak, akár a legnagyobb öröm az lenne, hogyha a nagyszülők fognák meg az unokájuk kezét, és sétálnának végig itt a tárlaton. A különleges összeállítás október 10-ig tekinthető meg a turisztikai központban.